Nem akarsz egy sört? Nem. Na jó, szállj be. Én is megtettem volna tegnap este, de megzavartak. Na, mindegy. Szóval egy szürke metál kocsi. Új modell. Az egyetem előtt várjátok, és követitek. Hol? Hol áll az egyetem előtt? De hát most mondtam, a gyereke felvételizik, nyilván a felvételi irodában. Ah, jó. Követitek, és ha a várost elhagytátok, szépen leálltok valahol, és bum, végeztek velük. A kurva életre. Vagy megcsinálod, öreg, vagy többé nem jössz hozzám könyörögni. Nem. Ezt nem. Szeretnéd, ha megtudnák a zsaruk, hogy ki gyújtotta fel a múzeumot? Kapd be! Kapd be, te szemétláda! Előbb-utóbb úgyis visszajössz hozzám, te szemét! Ismerlek! Reggelt, patkány! Ki vagyok, mit akar? Na ne rögtes már! Te mocsalék! Te gennyes állat! Teddy, ne beszélhetnénk meg! Tony vagyok, te barom! Ugye tudod, mekkora szarban vagy? Esküdtettél, amit megszegtél, bazd meg! Tegnap éjjel megölhettelek volna, ott a motel előtt. A lányod részeg volt, emlékszel, ott voltam a parkolóban. Voltál a fegyver, de nem tettem meg. A lányod miatt, azt mondtam magamnak. Ez biztos csak véletlen. Csak az egyetemre viszi a lányát. Tudod, haver, a mi szakmánkban nem divat felejteni. Ha a motel előtt lepuffant, az kinyírnak a kis családoddal együtt. Kegyelmes, Tony! Jimmy, üdvözöl a pokolban, te patka!